Legközelebb is, meg lassabb is úgy menni. Teljesen másképp mozog a kormány. Erő, a súlya is másképp van. Rázókövekkel is másképp lehet átvenni, kanyarokban is, minden. De lassabb vagy rosszabb. Öt, marad. Lágyunk elvileg van. Akad. India szintű szerintem a gumifogyás. Tehát nem lenne értelme elmenni 10-től 20-ig keménye, mert elvileg a boxírja nem túl bajos, úgyhogy Hát jó, de vagy csak a jó. rázókövek, azok bajosak. A most második mérkőremben az volt a baj, hogy megtörtéltem a két egyenes közti Ja igen, sikányokat. ott a magasabbik, a jobb oldali. A bal oldali az nekem néha, hogyha le akarom egy picit csippenteni, az olyan, mintha befékezni az autót, a furán, visszafújtsa. Elég, amíg a rázókövön van, a másik meg nem szabad hozzáérni, se vagy ott nem tudom, hogy lehet azon átmenni. Hát ott nagyon óvatosan kell gyorsítani. Csak mivel ugye már volt egy jó köröm, ezért már mindegy volt. Ja? Úgyhogy inkább nyomtam neki. Hát nekem az első, vagy a középső lett volna jó. Aha. Ez... Csak bejöttem, mert mondom 3 perc van, még egy friss gumi többet ér. 3-4-5 százalékilag. Sok sikert mindenkinek! Hajrá, hajrá! We'll be going to track shortly, be aware. Aztán első kanyarba nem elfékezni. Igen. Ezt én mondhatom különösen. Belsőjére figyelni. Hosszú egyenes utána. Jó közel vagyunk egymáshoz. Jó, ne is bőle, valahol ott szeretnék a kanyar után látni téged. Titeket ottan a Red Bullba. Szinte majdnem egymás mellé. Hát, ja. A csapatások kilősz felajtó a téged, az kell. Rázókőn érdekesen mozgott az autóm.
Hú, ez milyen lapó! Kurva! Akkor őt látta, hogy megpörgött. Pont akkor észtem vissza. Hogy ugrálnak ma az autók visszanézve a rázókövön? De az idei hülyeség a Hornmastersnek. Rázóköves móka. Ugrik el másfél métert az autó. Mondom, jól nézett ki. We'll be right back.
De imádom idén, amikor a kerék rázó külön úgy viselkedik, ahogy a múltkor megbeszélt a cooler. Hozzáért egy milliméter körülbelül a piros felfestett részed, és az már neki problémás volt. Valaki ugatta oda? Itt lehet, hogy ki lehetne lyukadni oda a szálloda alá. Körülbelül. The car behind is only a second down on you, 1 second. Annyira játszani kell a gázpedálra, hogy még fáj a lábam.
Mi lett a tapadás? Hát... Úristen! Úr, mi van ez az autóval? De lukas lenne a kerékben, nem is tudom. Úgy látom, azért te is dolgozol a bugokkal, meg mindennek. Jó, hát most fáj a kezem. Többet megyek keresztül a bugokat. We'll be right back.
keményen vagy túles? Aha. Két kiállás? Az merész lesz. Már nagyon jó viselkedik az autó, a kemény, azt már megfigyeltem mindig is, hogy valahogy ez a Red Bull 3-mal többet tud bent, mint a Ferrari. Nem tudom miért.
Éres mérőpont milliméterem ugrott ott az előbb. Közel voltál. Kiállás akkor cooler. Nem tudom.
the car behind. 4 seconds. Az a vétel, ezzel menni kúlad. Az a gumival? Nem. Mi nem? Nem. Vagy valami megint valami eltolt kerékcseré megy a fejed, mint Kínában. Figyelni kell, hát gyerekre meg veszélyes, hát nagyon veszélyes. Gyerek ez a cooler, trükkös. Igaz? Nagyon trükkös. Nagyon trükkös. Multi 21 mindig ott van a tarsolyba.
ahead of the car behind. Valaki szétrangyolta az utolsó kanyarba a táblát. Jajjaj. Vox balig lehetett bejönni. Voltam, ja, semmi gond. Picsa. Csak mondom, mi van itt ez a pixeleső. Igen. Mivel érthető. Nem is tudtam, hogy miért itt szétesni úgy. De pont volt ott egy kap. Hallod, volt ott egy kap és pont befértem rajta.
Istenem! Tizennégy másodperc boxos kiállása, az úgy milyen? Ugye? Viszont ezt a kurosat meg folytattam. Azzal nem kell vigyázni. Lágyom vagy Dávid?
Hát ezt nem. Jó, és akkor rázott ők. Oh.
Gratulál. Hát azért jó taktikával nem lehet még téged megnyerni. Közel volt Cooler. De ott, akkor te egy kemény, két lányom voltál. Két kemény, két lány. Ja. Grat. Hát úgy gondoltam, igen, hogy egy kerékcserét, amit mondtam. Ja. Elkapott a gombibitya? No. Látszik. De azért a leggyorsabb kör megvan. Igen. Oh. Igen. Ez szép volt. Gratulál nektek. Hát... Köszi. Annyira most túl közel volt, pedig most kitapasztaltam a héten, hogy kell körzőzni, de ez nem tér bele. Alonso, mi volt az elején még, ahol lemaradtunk nagyon Dávidéktől? Aha. Igen, én meg pont az, hogy hát ugye nem videózok, de hogy hát gondoltam, hogy a lag meglökött, de hogy nem értem hozzád. Mert ugye letört talán a szárnyad, nem? Vagy legalábbis megsérült, nem? Aha, előtte már. Azért, mert nagyon belassultál, aztán egyszer csak így látom, hogy csúszol a fal felé, gondoltam, hogy lag. És bevártalak, aztán meg mentem volna ki a boxba, erre ezért pont rossz szívem voltál, és ott ki is csúsztam. Nem te hibád volt, csak egymásra jöttek a rossz dolgok, úgyhogy nem volt sok esélyem, aztán ugye... Már amikor nagy hátrány volt, én is... Austin, az jó lesz. Komolyan.